Na sziasztok srácok, én Dani vagyok, és így mindössze 2 nappal a GTA Online nagy nyári frissítésének megjelenése előtt meg fogom most mutatni részletesen azokat a változtatásokat, amelyek július 26-án érkezni fognak, és amiknek köszönhetően talán egy sokkal élhetőbb és kevésbé toxikus GTA Online fogad majd bennünket jövő hét kedd utántól. Egy teljes cikket posztolt a Rockstar leendő változtatásokról, ezt fogom most felolvasni. Egy picit hosszú lesz, de megéri végignézni, mert nagyon sok fontos info van benne. Úgyhogy nem is húznám tovább az időt, nézzük is a cikket. Hamarosan új GTA Online fejlesztések érkeznek július 26-án a The Criminal Enterprises részeként. Az új tartalmak és játékmódok mellett a GTA Online The Criminal Enterprises frissítése rengeteg változtatás és fejlesztés is elérhetővé válik a GTA Online-ban minden játékos számára. Bizniszvédelem és fejlesztések. Július 26-ától kezdve minden biznisz tevékenységbe leértve a Cell Mission küldetéseket is elindítható lesz invite-only szervereken is. A játékosok regisztrálhatják magukat, mint CEO, VIP vagy MC President az invite-only crew és friends szervereken. A játékosoknak továbbra is lehetőségük lesz public sessionben teljesíteni az eladásokat, amikért extra bónuszt is szerezhetnek. Ugye ez az, amit eddig is tudtunk, ebben nem volt újdonság, úgyhogy nézzük is tovább. Vehicle customization, fejlesztések és változások. Minden jármű, ami be tud hajtani a Los Santos Kármit területére, felszerelhető lesz a Low Grip Tires opcióval. A mechaniktól kért járművek gyorsabban jelennek meg ezentúl. A játékosoknak nem kerül plusz költségbe, ha megsemmisítenek egy Weaponized Vehicle járművet. Az Avenger és a Mobile Operations Center Vehicle Workshop műhelyben bármilyen jármű tárolható lesz, ami elfér bennük, kivéve az Oppressor MK2, ami kizárólag a Terrorbyte-ban tárolható továbbra is. A birtokolható ingatlanok száma 8-ról 10-re nő, így a maximálisan tárolható járművek száma akár 20-szal is nőhet. A Legendary Motorsport és a Southern San Andreas Super Autos kapnak néhány új szűrőt és keresési beállítást, ez konzolokon az L1, R1 vagy LB-RB opciókkal érhető el. A fentiek mellett a Pegasi Oppressor MK2 Homing Missile gyengítésre kerül, még a Countermeasure esetében növelésre kerül a cooldown, a Sparrow helikopter esetében elérhetővé válik a Chef és Flare Countermeasure, amiket a Koszatka ingatlanban lehet felszerelni a járműre, így kevésbé lesz sebezhető. Na, ezek közül viszont sok olyan újítás lesz, amiről eddig nem esett szó, különösen örülök a 2 pluszban megvásárolható ingatlannak, hiszen ez plusz 20 új férőhelyet biztosít, olyan, mintha lenne plusz 2 garázs. Hogy gyorsabban szállít majd a mechanik, ez is egy tök jó dolog, és az MK2-es OP gyengítése is szerintem örvendetes, úgyhogy olvassuk is tovább. Általános fejlesztések. Security contract küldetések közben a játékosok helikopter segítségével is beléphetnek az agency-be, vagy besétálhatnak a tetőn lévő ajtón is. Autoshop leszállítás esetén az Autoshop staff nagyobb eséllyel szállítja le sikeresen a járművet az ügyfélnek. A játékosok mostantól kocoghatnak a kaszinó területén, a Music Locker-ben, valamint a Nightclub ingatlanokban is, hogy gyorsabban eljuthassanak oda, ahova szeretnének. A játékosoknak lehetőségük van maximális amót vásárolni minden fegyverhez az Interaction menüben, mindemellett könnyebben hozzáférhetőek a snack és armor termékek, hiszen egy gombot kell csak lenyomni, ha a weapon wheel aktív. Ezt mutatom közben egyébként, itt a képen láthatjátok, hogy hogy fog kinézni ez a rendszer. Ráadásként, ha egy játékos a Quick Restart opciót választja egy játékmódban, minden snack mennyisége annyi lesz, amennyi a küldetés kezdete előtt volt. A játékosok mostantól azonnal eldönthetik, hogy elfogadják vagy elutasítják azokat a küldetéseket, amiket telefonhíváson keresztül ajánlanak fel, így nem kell végigvárni a hívást. A játékosok PC platformon kikapcsolhatják a játékbeli chatboxot a Settings menüpontban. A griefer viselkedés csökkentése érdekében a K per D statisztikát a free módban történő gyilkolások nem módosítják, mindemellett a statisztika kizárólag a kompetitív játékmódban történő ölések esetén változik. A játékosok mostantól több időt tölthetnek Cayo Perico szigetén a scope küldetés közben, és több lebukás is engedélyezett, mielőtt kidobásra kerülnek a szigetről. A versenykreator több frissítést is kap, megnő a checkpointok maximális száma, a játékosok maximális száma a Transform versenyekben, és egyebek is érkeznek. Minden platformon lehetőség van az RC Bandito verseny létrehozására, a Special Vehicle Race Creatorban, valamint elérhetővé válik a Ghost to First checkpoint opció is. A Feature Removerhez több modell kerül hozzáadásra, emellett egy anti-grief costing lehetőség is elérhetővé válik, beállítható lesz verseny közben a napszak és a checkpoint méretének változtatása is.
Remek, ennyit tudok mondani, végre talán nem nekünk kell leszállítani az autósopos kocsikat, hanem a személyzet is el tudja vinni. Ez amúgy nem hangzik olyan nagy dolognak, de aki próbálta leszállítatni velük, az tudja, hogy mekkora szerencsétlenek jelen pillanatban, úgyhogy ez tök jó, hogy változik. Aztán a kocogás az egyik kedvenc új feature-om lesz, de tényleg rengeteg időt megspórolhatunk ezzel, és hát a könnyebb snackkezés is nagyon-nagyon jó, és még lehetne sorolni, de inkább nézzük tovább a cikket. Megemelt kifizetések. A The Criminal Enterprises frissítéssel megemelésre kerülnek a kifizetések is számos tevékenység esetében a GTA Online-ban, így az új és veterán játékosok egyaránt nagyobb szabadságot kaphatnak. Ezek a végleges változások kombinálásra kerülnek az éppen futó heti frissítésekkel, így egy adott héten a megemelt kifizetés kerül duplázásra, vagy éppen triplázásra, és én pont ezt mondtam pár nappal ezelőtt a streamben, hogy az emelés önmagában is tök szuper, na de hogyha arra jön még a későbbiekben egy dupla vagy tripla szorzó, dőlni fog a pénz. Versenyek. Minden standard versenyért átlagosan 50%-kal több GTA dollár szerezhető a Criminal Enterprises megjelenését követően. Emelésre kerül a prémium versenyek maximális kifizetése is. Az első helyezett továbbra is megemelt kifizetésben részesülhet, de a negyedik és az alatta lévő helyezettek is kapnak ezentúl bónuszt. Adversary mód. Átlagosan 50%-kal nő minden jelenleg elérhető adversary mód kifizetése a GTA Online-ban. Heist. Minden játékos, aki csatlakozik egy heist setup küldetéshez, a jelenleginél 50%-kal több GTA dollárt szerezhet, mindemellett a finálé küldetésekben ezentúl 15%-os a minimum cut minden játékos számára, valamint minden heist setup egységesen 25.000 GTA dollár lesz. A The Flicka Job, The Human Labs Raid, The Prison Break és Series A Funding Heist finálé küldetések kifizetése 75%-kal kerül megemelésre, a The Pacific Standard Job, The Doomsday Heist Act 1, Act 2 és Act 3 Heist finálé küldetések pedig 50%-kal kerülnek megemelésre. A frissítés megjelenésével minden heist esetében egységesen egy játékbeli nap, tehát 48 perc lesz a cooldown, ha csapatként teljesítitek. Mindemellett a The Cayo Perico Heist bizonyos elemei is módosításra kerülnek, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a játékélmény. A The Cayo Perico Heist egyedüli teljesítése esetén a cooldown 3 játékbeli nap, ez majdnem 2,5 óra, sajnos ezt csak így zárójelbe teszem hozzá. Nagy értékű primary target ellopása után a nagy értékű primary targetek eltűnnek a következő 72 órára, ellenben minden secondary target értéke nő. Na hát itt lesznek változások bőven, elhiszem, hogy sokan nem örültek mondjuk a Cayo nehezítésének, de valljuk be azért, hogy túl könnyű pénzhezési lehetőség volt, túl könnyen lehetett kijátszani a játékot, meg meggazdagodni, úgyhogy talán ezzel tényleg egy picit kiegyenlítődik majd. És hát a régi heistokat is talán többen fogják majd játszani az emelésnek köszönhetően. Organization és MC member boost. Minden bodyguard, associate és MC member játékos jóval magasabb GTA dollár jutalmat szerezhet, ha csatlakozik egy organizationhoz vagy motoros klubhoz. A bodyguard, associate és MC member kifizetések megduplázódnak, minden MC member, aki részt vesz egy cell mission küldetésben extra bónuszt szerezhet. Minden bodyguard és associate extra juttatást kap, ha részt vesz egy cell mission küldetésben, ennek összege függ a küldetés közbeni aktivitástól, és minden organization fee redukálásra kerül. First time boost. Executive. Minden executive játékos háromszoros kifizetést kap ezentúl az új export mixed goods cell mission küldetésekért, ez az executive assistant személyén keresztül érhető el, miután az egyik warehouse staff member előkészítette az első adag special cargo-t. Biker. Korábbinál háromszor gyorsabb minden business termelés egészen az első cell mission teljesítéséig. Gunrunning. Az első research tárgy esetében háromszor gyorsabb a research speed, a production speed szintén háromszor gyorsabb, és az első cell mission teljesítése után ez visszaáll az eredeti sebességre. Nightclub owner. A korábbinál háromszor több tárgyat rejt minden business battle good az első cell mission küldetés teljesítéséig. Fentiek mellett minden biznisz esetében az első cell mission küldetésért dupla kifizetés jár. Limitált ideig elérhető boost az MC President, VIP és CEO játékosoknak, minden Motorcycle Club Work, Club Challenge, Clubhouse Contract és Member Challenge dupla kifizetést kap limitált ideig, mindemellett minden VIP Work küldetésért is dupla kifizetés jár korlátozott ideig. Ezek a bizniszeket érintő változások, teljesen pozitívak egyébként szerintem, és akkor jöjjön a végszó, a Rockstar Games még egyszer szeretné megköszönni, hogy a játékosok elküldték ezeket az értékes visszajelzéseket. A Rockstar Games csapata továbbra is figyelembe veszi majd a beérkező visszajelzéseket, és már alig várják,
megjelenjen a Criminal Enterprises. Na srácok, hát akkor ezek lennének a legfontosabb változások, igyekeztem a lehető legérthetőbben elmondani, de a leírásban ott lesz a cikk, azt is át lehet böngészni utána. Ha elsőre sok volt ez az info, akkor meg végképp. Én azt gondolom, hogy tökre jó irányba halad most a játék, de kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, írjátok le, hogy mit gondoltok a leendő változásokról, és ne felejtsétek el, hogy kedden DLC bemutató stream itt a csatornán. Szóval nyomjátok meg azt a feliratkozás gombot, mellette a csengőt is, és akkor kedden itt Tali, addig is jó játékot mindenkinek, köszi szépen a figyelmet, Dani voltam, sziasztok!